Önök a Zemplén Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kiemelt híreinket kezdünk. Zöldváros program 300 milliót fordíthat világosításra, parkosításra a Sátoraljóújhelyi önkormányzat. Háromból három futam győzelem, egyre gyorsabb a Citroennel a Pataki Rally versenyző. Sikeres együttműködések és közösségi programok. Sárospatak város kulturális stratégiáját értékelték. Az Esze, illetve a Károlyi lakótelep parkjának megújítása, illetve a dohánygyári sportpálya helyreállítása, aktív kikapcsolódásra való kialakítása szerepel Sátoraljóújhelyben, a zöldebb és városi funkciókban gazdagabb Sátoraljóújhely programban. A projekt megvalósítására megközelítőleg 300 millió forintos támogatást kapott az önkormányzat. Az Esze lakótelep parkja az egyik, mely zöldebb lesz a zöldebb és városi funkciókban gazdagabb Sátoraljóújhely program jóvoltából. Hangulatos parkot alakítanak ki, sétányokkal, közvilágítással. Ezzel a lakótelepen élők régi vágya valósul meg, mondta a városrész önkormányzati képviselője. Itt van egy gyönyörű lakótelep, aminek viszonylag értékes lakásai vannak, és az itt lakóknak a látképe az bizony csapnivaló, és ez nagyon régóta a kardinális pontja egyrészt az itt élőknek is, de ugye a város közepén van, hiszen közvetlenül csatlakozunk a Sétáló utcához, a Kossuth tömbhöz, és az egész belső komplexum, ez már évek óta marad, hogy amikor lesz rá keret akkor és pénz, akkor ezeket a pályázatokat benyújtjuk. Hát most már örömmel tudjuk jelenteni, hogy ezek a pénzek rendelkezésre állnak, elindulnak a megvalósításnak a folyamatai, tehát már nem a pénzre kell várni, hanem most már csak a munkákra és kivitelezésekre. Valóban az egyik égköve lesz a városnak, hiszen felszámolásra kerül a jelenlegi nem túl szép látkép. A gaztengernek és a lebontott épületnek a rendbetétele történik, sétánnyal, parkkal, kis utacskákkal, megvilágításokkal, tehát átláthatóbbá válik, nem lesznek itt olyan megbúvó helyek, amelyek arra nem alkalmas személyek ellentétes célra tudnának használni. A park így a lakótelep is közvetlen összeköttetésbe kerül a Sétáló utcával, a park vonulata pedig kapcsolódik majd a Kossuth tömb belsőjéhez, ugyanígy újul majd meg a Károlyi lakótelep parkja is. A város olyan megújulása következik, mely a zöld gondolkodás egyik alapja, fogalmazott a település polgármestere a program kapcsán. Olyan területeket, amelyek nincsenek jó állapotban, rehabilitáljunk, közösségi tereket hozzunk létre, sportolási, aktív, mozgásra való területek legyenek a településen, és minden korosztálynak megfelelő, tehát gyerekek számára is. Ez több fronton, több városrészben lesz kialakítva, az elnyert pályázat eredményeként, városközpontban, dohányúti sportpályán, lakótelep környékén, és én azt hiszem, hogy egy olyan hangulatos, rendezett teret kapunk több helyen majd, ami mindenki számára megfelelő lesz, egészen a kisgyerekes családoktól a 80 éven felüliek számára is. A zöldebb város program keretében a dohányúti sportpálya helyreállítása is megtörténik. Ide a szabad idő hasznos eltöltését biztosító szabadtéri sporteszközök is kihelyezésre kerülnek. Három futam és három győzelem. Ez lett a mérlege annak, hogy ifjabb Csomós Miklós Nagy Attila a Magyar Rali Bajnokság második osztályában egy Citroen C2-es autóval állt rajthoz. A páros eredményeinek köszönhetően Sárospatak nevét már a rali világában is jegyezni kezdték. Éppen ezért többek között a város önkormányzata is támogatóként állt a csapat mögé. Sokak szerint a tehetséges versenyző és navigátora számára eredményes időszak következhet. Egészen 2017-ig kellett arra várni, hogy a kitartó munka meghozza gyümölcsét. Most azonban sorra igazolást nyer az, hogy a tehetség, ha ez esetben megfelelő technikával és navigátorral párosul, kiváló eredményeket hoz. Ifjabb Csomós Miklóst keveseknek kell már bemutatni Sárospatakon, és jó néhány éve a rally világ is kiemelt figyelemmel kíséri, hiszen a jövő tehetségei között tartották számon. Az elmúlt hetekben a Magyar Rally Bajnokság másodosztályában sorra nyerte a futamokat.
Bekötőtök, nyit a Simmel Poszú felfelé mögött 30. Most azt terveztük igazából bajnokság szempontjából, hogy minél több pontokat gyűjteni minden versenyen, de igazából ahogy megyünk, mindig ott találjuk magunkat ott az első 3-5-ben, ha lehet ezt mondani, bár egy nagyon szoros csata alakul ki minden futamon, de hogyha ennyire elő tudunk menni, akkor próbálunk minél gyorsabban menni, és ez most így sikerült. Ahogy a Baku Rally Team idehozza az autót, mindig úgy ülünk bele, de azt mondhatom, hogy egyre jobban úgymond kezdjük belakni, ha lehet így mondani, egyre jobban tudom megismerni, vagy egyre jobban ismerem meg az autót, egyre jobban oda tudom engedni egy-egy féktávnál, úgyhogy egyre jobban tudunk vele menni. Miskolc, Salgó és Szombathely innen tértek haza kiváló, abszolút első helyezéssel. Sárospatakváros önkormányzata ennek jegyében legutóbbi rendkívüli ülésén anyagi támogatással is segítette munkájukat. Támogatókban olyasmit tapasztalunk, hogy mindenképp most már jól állunk, azt gondolom, hogy egy-egy versenyről oda tudunk menni. Úgy néz ki, hogy Sárospatak önkormányzata is mellénk állt most, ez az egyik nagy támogatónk, aztán a többi támogatóm, akik vannak, azok megmaradtak, meg ahogy most így igazából, most három futamon tényleg mentünk, mind a hármat sikerült megnyerni, és ha lehet mondani, egy jóval, nem azt mondom, hogy rosszabb, de öregebb technikával, mint a többiek, akik mennek. Így interneten, más plásblogokon, tényleg a interneten ott mindenhol azt mondják, hogy azért ez egy nagyon komoly teljesítmény, úgyhogy most azon vagyunk én is, navigátortársam, meg itt barátok, családok, hogy minél több támogatót össze tudjunk szedni, és akkor menni minél többet. Legközelebb várhatóan június közepén a Székesfehérvár rallin mutatják majd meg, mit is tudnak a zempléni rallisok. Több száz rendezvény és jól működő közösségek jellemzik Sárospatakot, hangzott el a Humán Bizottság ülésén, ahol megtárgyalták a 2016-os évre vonatkozó kulturális stratégiából megfogalmazott célokat. Szó volt még a turizmus területéről is, a termálfürdő beszámolója, valamint a térségben is egyedül álló Patak App mobilt alkalmazás során. A 2014-20-as időszakra alkotta meg Sárospatakvárosa kulturális stratégiáját, amelyet minden éven felülvizsgál, figyelemmel kísérve annak megvalósulását. A 2016-os évről szóló beszámolót tárgyalta a Humán Bizottság, amelynek eredményeként megállapították a stratégiát elfogadó és abban partnerként közreműködő szervezetek, valamint önkormányzati intézmények eredményesen végezték feladatukat. A rendezvények sokasága igazolja azt, hogy mind a Makovesz tér, mind azok az intézmények, amelyek célul tűztek ki maguknak rendezvényeket. Említeném itt a képtárat, a mozit, ugye a Művelődés Házának több ágazata, a Amatőr Művészetekért Alapítvány, azok a civil szervezetek, akik aláírták ezt a koncepciót, azoknak a rendezvényei, megemlíteném a Vármúzeumot, megemlíteném a József Falvér Egyesületet, Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületét, ezek mind-mind aláírő voltak a kulturális stratégiának, és hát az ő rendezvényeikkel és a városi intézmények rendezvényeikkel az látszik, hogy a stratégiai iránya nem volt rossz. A turizmus egyik jelentősége a termálvíz megléte, amelyet olyan jól használ az önkormányzati társaság, hogy azon országos szinten is kis számú fürdők közé tartozik, melyek nyereségesek. Úgy fogalmazott a fürdőigazgatója, hogy tavaly azt mondta, hogy nem tudja túl überelni a számokat. Nekik sikerült, sokkal nagyobb látogatószámmal voltak 2016-ban, mint 2015-ben. Nagyon jól tükrözi a fürdőnek a tevékenységét az, hogy nem elégszenek meg azzal, hogy van vízünk, és jó vízünk van, és fürdővízünk van. Rájöttek arra, hogy attrakció kell, tehát nagyirányú fejlesztések vannak ebben az évben. A Humán Bizottság ülésén szó volt még a Patak App nevű applikációról is, amely magánfejlesztés önkormányzati közreműködéssel, és mostanáig már mintegy 1000 használója van. Úgy vélik, az okos készülékek világában egyre fontosabb szerepe van az informatikai turisztikai programoknak. A városellátó szervezet használja majd azokat a munkagépeket, amelyeket Sátoraljóújhely önkormányzata vásárolt. Ennek kapcsán a Város Üzemeltetési Bizottság hozott határozatot a kölcsönadási szerződés megkötéséről, illetve az ülésen számolt be a szervezet a bizottság által kért forgalomtechnikai változások végrehajtásáról. Sátoraljóújhely képviselőtestülete a múlt hónapban döntött arról, hogy 30 millió forint értékben munkagépeket vásárol és használatba adja a város ellátó szervezet számára. A munkagépek megvásárlásra kerültek azóta,
honosításuk folyamatban van. A Városüzemeltetési Bizottság most arról hozott határozatot, hogy szülessen meg az a kölcsönadási szerződés az önkormányzat, illetve a szervezet között, melynek értelmében a városellátó használja és üzemelteti majd a munkagépeket. A haszonjárműveknek köszönhetően több olyan munkát is el tud majd végezni a szervezet, melyeket eddig bérgépekkel oldottak meg. Szintén a városellátó szervezetet érintette a forgalom technikai felvetések megoldása. Itt beszámoltak arról, hogy hol sikerült különböző táblákat kirakni, illetve a bizottsági döntésnek megfelelően leszedni. Egy terület van, ahol még nem sikerült elvégezni, de pont a Károly lakótelep parkolója kapcsán ott a ki és a bejárónak a szegélykő megbontásával történő munkálatainak az elvégzését ezután elvégzik, és így úgy tűnik, hogy maradéktalanul elvégezték azokat a forgalomtechnikai változtatásokat, amit a bizottság korábban előírt számukra. A Városüzemeltetési és az Ügyrendi Bizottság is foglalkozott az önkormányzat 2017 évi költségvetésének módosításával. Sebes Péter elnök ennek kapcsán elmondta, hogy a költségvetésbe beépülnek olyan tételek, melyek plusz terhet jelentenek az önkormányzatnak, de szebbé teszik a várost. Ilyen a Fasor utca felújítása is, melyhez saját forrást is kell biztosítania az önkormányzatnak. Az Ügyrendi Bizottság határozatot hozott arról, hogy Sátoraljaújhelyben a megalkotott helyi rendelet értelmében július 1-e továbbra is a közszolgálati tisztviselők napja lesz, annak ellenére, hogy egy év elejé törvénymódosítás hatályon kívül helyezte ezt az országos rendelkezést. A helyi rendeletben továbbra is a július 1-ét szeretném megtartani munkaszüneti napként. Bizottságülésen elhangzott főjegyzőasszony elmondta az előterjesztés indoklásában, hogy jelen nehéz munkát végeznek, komoly munkát végeznek a tisztviselők, és megérdemlik erkölcsileg is ezt az egy nap pihenést, amikor egy picit róluk szól, amikor egy picit összejönnek, és azt mondhatjuk, hogy munkaszüneti napként helyi rendeletben ezt tudjuk szabályozni. Sátoraljaújhelyben tehát a jövőben is munkaszüneti nap lesz július 1-e a közszolgálati tisztviselők számára, így ezen a napon ügyintézés sem történik. Évértékelő közgyűlést tartott a Sárospataki Polgárőr Egyesület. Ennek kapcsán kiderült, hogy 2016-ban több mint 5000 óra szolgálatot teljesítettek a település közbiztonsága érdekében. Ebből több mint 1000-et az újhelyi rendőrkapitánysággal karöltve. Klíma János polgárőr vezető elmondta, a tavalyi évben a fiataloktól az idősekig szinte valamennyi korosztályt meg tudták szólítani különböző módon, illetve a város rendezvényein is kivették részüket a közösséget szolgáló munkából. A már hagyományos évértékelő közgyűlésre ültek össze a sárospataki polgárőrök. Ennek keretében értékelték a tavalyi évben végzett munkát. Ahogy Klima János polgárőr vezető elmondta, 2016-ban Sárospatak szerves részei voltak. Nagyon aktív évet zártunk, mozgalmas évet zártunk volt ebben az évben. Minden, ami egy városban megtörténhet, volt itten nagykövetek, voltak itten házelnökök, voltak más neves személyiségek a kormány részéről, volt munkája a polgárőrösnek, akkor a szokásos munkák, amik a bűnmegelőzés, amit nagyon szem előtt tartunk, akkor voltak az idősökkel való kapcsolat, nagyon szoros kapcsolat alakult ki a nyugdíjas klubbal, és akkor természetesen a fiatalok, az iskolásokkal való kapcsolattartás. Nagyon sok munkánk volt az éven, 5313 összóra volt, és ebből 1013 óra volt a rendőrséggel közös óra. Az elmúlt egy évtizedben, mióta működik a polgárőrség, valóban kinőtte magát, és most már olyan szervezete a városunknak, amely gyakorlatilag az összes rendezvényünkön jelen van, annak a biztosítását, szervezését végzi, lebonyolítja, sokszor már kiváltja a rendőrséget, és egy olyan szervezetté nőtte ki magát, amelyre nyugodtan számíthatnak a lakosok, számítanak is rájuk, nagyon sokszor hívják őket.
olyan esetekben is, amikor korábban esetleg rendőrt hívtak, most már azt mondják, hogy a polgárőrségnek elég, ha szólnak, hiszen majd ők elintézik. Rengeteg olyan rendezvény a városunkban, ahol ők biztosítják akár a parkolási lehetőségeket, akár a rendezvények a biztonságát. Tehát azt hiszem, hogy olyan egységi, egy olyan szervezeté nőtte ki magát, amelyre büszkék lehetünk. Nem véletlenül kapta meg ugye a polgárőr város címet is az önkormányzatunk, illetve hát rajta a polgárőr egyesületen keresztül az önkormányzat. A közgyűlés keretében az is elhangzott, hogy 2017-ben is hasonló színvonalú munkát várnak majd a polgárőröktől. Erre az elvárás az, hogy mindenki becsületesen ugyanúgy, hogy eddig szolgálatba járjon. Nagy szükség van ránk, rengeteg idős ember van a városban, rengeteg fiatal van a városban, rengeteg rendezvény van a városban, ami a polgárőrség nélkül én szerintem most már Sárospatakon nem folyna le problémamentesen. A Sárospataki Polgárőr Egyesület a rendőrség mellett sokrétű munkáját a helyi oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel karöltve végzi. Lezárult a Széptan Alapítvány 26. Zemplén regionális hangszeres találkozóinak sorozata. A hegedűsök versenyére ezúttal is több településről érkeztek növendékek. Így Egerből, Nyíregyházáról, Debrecenből, de még Ungváról is. A versenysorozat elérte a célját, azaz a növendékek egyre magasabban sajátítják el a verbunkos zenei stílust. Fruzsina egyedüliként képviselte a sátoralja újhelyieket a 26. Zemplén regionális hangszeres találkozó hegedűsöknek meghirdetett versenyén. A kicsi lány még tanulmányai elején van, de már most nagy tervekkel rendelkezik. Zenekarban szeretne játszani. Kevesen csinálják, és már 2 éve játszok rajta. Kivel választottátok ezt a hangszert, hiszen nagyon sok mindent oktatnak itt a zeneiskolában? Én egyedül választottam, mert tetszett nekem, ahogy a tévében is láttam, hogy játszanak rajta, és hogy szép a hangja is. A hegedű versenyen mintegy 500 növendék vett részt, és ahogy az a többi hangszer esetében is volt, a növendékeknek ezúttal is kötelezőként egy korcsoportonként előre meghatározott verbunkos zenét kellett játszaniuk. Örvendetes, hogy évről évre emelkedik az a színvonal, amely a kis virtuózok eseményén hallható. Ezzel tulajdonképpen teljesül a rendezőnek az a szándéka, hogy a verbunkos zenei stílust a növendékeink, a hozzáértő tanárok segítségével elsajátítsák. A hegedűsök versenye zárta a Széptan Alapítvány idei zempléni regionális hangszeres találkozójának sorozatát. Végül nézzük fő híreinket még egyszer egy-egy mondatban. Zöldváros program 300 milliót fordíthat világosításra, parkosításra a Sátoraljaújhelyi önkormányzat. 3-ból 3 futam győzelem, egyre gyorsabb a Citroennel a Pataki Rally versenyző. Sikeres együttműködések és közösségi programok. Sárospatak város kulturális stratégiáját értékelték. Kedves nézőink, Önök az Zemplén Televízió híradóját látták, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. További szép estét kívánok! Viszontlátásra!